Amíg az Európai Uniós átlag egyre csökken, addig Magyarországon emelkedett a korai iskola elhagyók száma az elmúlt években. Az Eurostat felmérése szerint 2016-ban 12,5% volt azoknak az aránya, akik nem rendelkeznek középfokú végzettséggel hazánkban. Ennek javítására 7 felsőoktatási intézmény az oktatási hivatallal közösen egy komplex programot vezet be 2021 után az általános iskolákban, közölte a Nyíregyházi Egyetem tanárképzési főigazgatója. A kormányzat és az oktatáspolitika tudatában van annak, hogy nagyon erős a korai iskola elhagyás Magyarországon, a végzettség nélküli iskola elhagyás, és ezzel mindenféleképpen változtatnunk kell. A célkitűzés az, hogy a 10% alá csökkenteni a lemorzsolódást az évtized végére. Ennek érdekében egy újfajta, személyközpontú oktatási módszert vezetnek be. Ez olyan kiscsoportos foglalkozásokat jelent, amellyel a diákok számára élmény lehet a tanulás, tette hozzá Nagyné Smelcer Erika. A módszer preventív jellegű, a szociálisan hátrányos helyzetű térségekben működő általános iskolákban alkalmazzák majd, így azokat a diákokat szólítják meg, akik fokozottan ki vannak téve a korai iskola elhagyás kockázatának. További előnye még az újításnak, hogy segíti az együttműködés kialakítását az iskolatársakkal, a csapatmunka pedig a kompromisszumkészséget és az önbecsülést is javítja, hangzott el a nyitó konferencián. Az iskolákban alapvetően a nemzeti alaptantervet tiszteletben tartják a pedagógusok. Az az elképzelés, hogy a tanórák minden tizedikét fogják felhasználni ennek a modellnek az alkalmazására. Tehát a gyerekek ugyanazt a tanmenetet követik, mint bármelyik másik iskolában, amelyek a NAT-ot követik, csak a minden tantárgyból a tizedik óra egy ilyen rendkívüli óra lesz. 2021-ig a Nyíregyházi Egyetemen 2923 tanár vesz részt egy 120 órás továbbképzésen. Országos szinten pedig összesen 35 000 pedagógus bevonásával vezetik be az új módszert. A projektre összesen több mint 9 milliárd forintos forrás áll rendelkezésre.